Kiskutyát mentettek a rendészet mezőőrei. A 2 hónapos kölyköt egy roncsautóban találták meg, lyukóban átfagyva, éhesen. A mezőrök azonnal kiszabadították az állatot, és egy közelben működő állatvédő szervezetére helyezték el. Most karanténban van, a kötelező oltások és ivartalanítás után keresnek neki megbízható gazdát. Nevet viszont már kapott. Megmentője Bogár István rendész után mostantól a Bogár nevet viseli. Álmosan nézelődik Bogár, a 2 hónapos kölyök kutya. Jól bebugyolálták, nehogy megfázzon a hidegben. Még egy kapucnis kutyakabátot is kapott. Az állatot szerdán az önkormányzati rendészet mezőrei mentették meg. Bogár István és társa a lyukóban járőrözött szerdán, amikor egy elhagyatott háznál egy roncsautót találtak. Közelebb érve vették észre, hogy valami mozog benne. Benézve a gépen, bevettük észre, hogy egy 2 hónapos kiskutya volt bezárva a gépjárműbe. Magára hagyva, valószínűleg több napja ott lehetett már szegény. Bizalommal fogadja megmentőjét Bogár, róla nevezték el a kiskutyát. Bogár István miután kiszabadította az átfagyott éhes állatot, egy helyi állatvédő egyesülethez szállította. Érezte a szeretetet és a törődést rajtunk, az elején félt, meg volt tőlünk ijedve nyilván, de mi helyest bekerült a gépjárműbe, a szolgálati gépjárműbe, akkor már barátságosabban viselkedett velünk. A kiskutyát a lyukó tappancsai állatvédő szervezet vette magához, ahol csaknem 150 állatról gondoskodnak nap mint nap. Azt látjuk rajta, hogy tart az emberektől, tehát elképzelhető, hogy vagy gyerekek bántották, vagy nagyobb kutyák, ezt nem tudjuk. Csóválja a farkát, tehát próbál az emberhez közelíteni, de ez a vicsorgás még megvan benne, tehát ez abszolút a félelemnek a jele. Bogár jelenleg karanténban van, ami 2 hétig tart. Ez azt jelenti, hogy egyelőre nem találkozik más állatokkal. Ha ez letelik, megkapja kötelező oltásait, ezután lesz csak örökbefogadható. Az egyesület elnöke hozzátette, felelős, megbízható gazdát szeretnének találni neki.